Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Svédországgal folytatjuk, ahol érdekes módon bukott meg a kormány, méghozzá egy bizalmatlansági indítvánnyal, és különböző ingatlan ügyek miatt, de egészen bonyolult a helyzet, úgyhogy megkérdezzünk olyat, aki kicsit jobban ismeri, hogy mi is történik ott. A vonalban Illés Gergő az Azonnali újságírója, aki írt a témában egy elég részletes cikket, őt fogjuk faggatni arról, hogy mi is történt Svédországban. Illés Gergő itt van a vonalban, jó napot kívánok, üdvözöljük. Jó napot kívánok. Azt ugye érdemes hangsúlyozni, hogy a szociáldemokraták nagyon régóta irányítják Svédországot, évtizedek óta talán nem is nagyon volt olyan kormány, amelyet ne ők vezettek volna. Az elmúlt időszakban kisebbségben kormányoztak, és úgy tűnik, hogy most ennek a történetnek vége. Miért, és mennyire életszerű az, hogy valóban ezen az ingatlanos sztorin csúszott el a történet? Ez tényleg egy annyira komoly ok, hogy emiatt meg kell buknia egy kormánynak? Először is még a jobb oldallal kapcsolatban ők már voltak kormányai, és a szociáldemokraták 2000-es évek közepén körülbelül ellenzékbe venniük a vezetést a 2011-es választáson. És egyébként ha az ingatlan piacról, meg az albérlet piacról van szó, akkor ez egy nagyon-nagyon komoly közpolitikai téma Svédországban. Tehát a kiinduló pont az, hogy a svéd albérletpiacon jelenleg egy úgynevezett kollektív tárgyalással határozzák meg az albérletárakat, ami a nagyon befolyásos albérlőszövetség között és az ingatlan tulajdonosok, ingatlan befektetők, beruházók közötti tárgyalások során dől el, hogy mennyi lesz mondjuk egy albérletára, és nem egyéni tárgyalásokkal az albérlők és a tulajdonosok között. Ennek az előnyei az nyilván idézőjelesen békeidőben az, hogy egy egészen alacsony, egy nagyon magas árszínvonallal rendelkező Svédországhoz képest egészen alacsony ingatlan árakkal akár kijuthat ingatlanokhoz mondjuk a nagyvárosokban is. Tehát mesterségesen ez a rendszer alacsonyan tartja az albérletárakat, de a hátrány pedig az, hogy a kínálatnak nem felel meg az albérletpiacnak a mérete. Tehát több százezren vannak olyanok, akik benne vannak egy nyilvános regiszterben, szeretnének albérlethez jutni, főleg a nagyvárosokban, Svédországban, és évtizedeket kell akár azért várniuk, hogy részükre fel legyen ajánlva egy ingatlan, és ez egy nagyon-nagyon komoly közpolitikai. Akkor Svédországban olyan az albérlet kérdés, mint mondjuk más országokban a bérlakás kérdés, tehát az állami bérlakásrendszer mondjuk Magyarországon, ahol nagyon sokat kell erre várni. Például, csak itt mesterségesen le van szabályozva, tehát kísérleteznek ilyen árszabályozási rendszerekkel más európai nagyvárosok is, mondjuk Berlinben lehetett erről hallani, de Svédországban ez már egy évtizedek óta fennálló rendszer, csak hogy a piac leszabályozását általában azt várjuk, hogy lehűti az albérletpiacot a kollektív tárgyalással, mondjuk a kis emberek érdekeit veszi az első sorba, de mivel Svédország lakossága gyorsan növekszik, meg ezen belül is van egy belső urbanizáció, a nagyvárosokba szeretnének, délre szeretnének költözni az emberek, van egy csomó ember, akik lakásokhoz szeretnének jutni mondjuk a nagyvárosokban, de nem tudnak, mert mesterségesen a kínálat le van szabályozva, tehát hogyha én ingatlan beruházó vagyok, akkor el fogok gondolkozni, hogy szeretnék-e új építésű ingatlanokat Svédországban építeni, mert hogy úgyis kollektív tárgyalással szabályoznak majd az albérletárakat, tehát nem biztos, hogy nekem piaci alapon meg fogja érni, hogy befektessek. És amit most a svéd kormány kitalált, ez egyébként a szociáldemokrata kormány kívülről támogató jobbközi pártoknak az egyik követelése volt, ennek a reformja egy kicsit a piacosítása, és amit a svéd kormány kitalált, hogy a 2002. júliusa után épült új építésű ingatlanok piaci árazással legyenek kiadhatóak, tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk Magyarországon kivesz valaki egy albérletet, egyéni tárgyalással a tulajdonos és az ingatlan, vagy a tulajdonos és a leendő albérlő között.
Még egy utolsó kérdés ehhez az ingatlan témához, azt rátérhetünk a belpolitikai részére is, de hogy akik nem tudnak albérlethez jutni pontosan ezen okok miatt, meg várólistán vannak, azok hol laknak? Hát ugye itt alapvetően egy belső migrációról beszélünk, tehát inkább arról van itt szó, hogy megfogalmazódik egy igény arra, hogy elköltözzenek mondjuk Svédországon belül máshova, és akkor kell felírniuk magukat ebbe a nyilvános regiszterbe. Kicsit úgy kell elképzelni, mint hogyha nem tudom, a volt szocialista rendszer idején a Merkurtól akart volna autót venni valaki, felírták a regiszterbe, szépen kivárta a sorát, és ilyen időrendi alapon, aki először jelentkezett, annak előbb-utóbb fel fognak ajánlani egy lakást. És ez egy nagyon komoly kérdés, mert míg a jobboldali pártok ennek a liberalizációját támogatják, a baloldali párt, a radikális baloldal pártjának pedig a miniszterelnök, szociáldemokrata miniszterelnök, aki most megbukott, 2 éve még látszólag egy teljesen ellentétes ígéretet tett arra, hogy semmiféle piacosítástól nem lesz szó az albérlet piacon, tehát egy nagyon bonyolult politikai csapdában manőverezte most Stefan Löfven magát, aminek a eredménye az lett, hogy ő megbukott, és nem is kicsit bukott meg most hétfőn, hanem nagyon. Hogy lehet az, hogy ideig eljutott a történet a svéd politikában, ez az egész lakáskérdés ennyire kardinális, hogy megéri feláldozni egy kormányzást is, vagy nem számítottak arra, hogy megbuknak egy bizalmatlanság indítványon, vagy hogy történt ez az egész? Itt arról volt szó elsősorban, hogy egy példátlanul gyenge kormánya van most Svédországnak. 2018-ban tartottak legutóbb parlamenti választásokat Svédországban, ahol a svéd politika koalíciós logikája az lényegében megbukott. Tehát eddig arról volt szó, hogy volt 2 koalíciós tömb, mondjuk egy szociáldemokrata balközép tömb, aminek a szavazatok nagy többségét a legtöbbször sikerült megszereznie, és egy jobb közép, alapvetően piacpárti liberális szövetség, amely néha ilyen 3-4 pártból összeállva képes volt magához ragadni a kormányrudat, viszont ami most megtörtént, hogy minden eddiginél erősebben megjelentek a képletben a politikai palettának a jobb szélén az úgynevezett svéd demokraták, akivel senki nem akart együttműködni, viszont nélkülük pedig nagyon nehéz a meglévő politikai tömbökön működő kormányt felépíteni. Tehát, hogyha a jobb oldal nem fogadja el az ő támogatásukat, nincs kormánytöbbség, a bal oldal nyilván nem fogadja el az ő támogatásukat, akkor sincs kormánytöbbség. Tehát az lett a kompromisszum, hogy egy kisebbségi, zöld, szociáldemokrata kormány alakult, ami csupán a parlamenti helyeknek a 33%-át birtokolja a svéd parlamentnek az alsóházában. Tehát arról van szó, hogy gondoljunk bele, hogy a törvényjavaslatok elfogadásához nem csak egy agrárius liberális centrumpárt, de a jobboldali liberálisok támogatására is szorulnak a törvényjavaslatoknál, akik viszont hagyományosan a jobb közép koalíció részét képezik. De hogyha valamelyikük ezek közül ügyek mentén mondjuk a jobboldallal szavaz, akkor a radikális baloldalban kell bíznia a miniszterelnöknek. Tehát ez egy nagyon kikös politikai szituáció, és lényegében csak időkérdése volt, hogy legyen egy olyan közpolitikai kérdés, ami ilyen kormánybukást eredményez. A mostani vita előtt minden gördülékenyen ment, vagy már akkor is voltak olyan ügyek, ahol nem értettek egyet, és amit mondjuk a kormánypártoknak nem sikerült átvinniük? Hát volt feszültségek egy ilyen nagyon érzékeny koalíciós struktúrában, például egy költségvetés elfogadása az mindig problémás lehet, tehát a kormánynak valami 110-valahány parlamenti helye van, a 349-en ülnek a svéd parlamentben. Volt már bizalmatlansági indítvány a második Löfven kabinet ellen, az, ha jól emlékszem, az volt, hogy az akarata ellenére akarták talán elbocsátani a svéd társadalombiztosítási ügynökségnek a vezetőjét, amit
tagadott, hogy saját akaratából kellett volna mennie, tehát volt egy ilyen alapvetően európai figyelemre nem igazán számot tartó belpolitikai vita, viszont az is majdnem a kormány bukását eredményezte. Ez az albérletpiaci kérdés viszont már volt annyira komoly, hogy ténylegesen a tettek mezeire lépjenek a pártok. Ami most ezt előidézte elsősorban az, hogy a piaci logikát követve a svéd demokraták is inkább egy protekcionistább, kis emberek érdekeit néző, nem annyira a piacpárti vonalat nézi, és ez ellen az albérlet, vagy ezután az albérlet törvénytervezet után egy bizalmatlansági indítványt éreztettek, amit ők megszavaztak, a radikális baloldal megszavazott, pár jobboldali párt megszavazta, többieknek a kormányon kívüli erők között tartózkodtak, tehát ez egy viszonylag kényelmes kormánybuktatás volt, ami viszont nagy megalázás a miniszterelnöknek, mert bizalmatlansági indítvánnyal eddig svéd miniszterelnöket még sosem buktattak meg. Hogyan tovább előrehozott választások jönnek? Forgatókönyvekről beszélve, elsősorban lövi ennek, tehát a miniszterelnöknek kell most egy új kormánytöbbséget kikupálni, ezt az interjút most június 25-én pénteken veszik fel, lövi ennek, tehát pedig 28-áig hétfőig van ideje egy új koalíciót összekanalazni, ez elég trükkös lesz, mert a radikális baloldal nem szeretné, hogy ő megbukjon, de ez a lakhatási reformot el kellene vetni a szociáldemokratáknak, ami viszont a jobboldali ellenzék részéről egy követelés kormány felé. A királycsinálók pedig, ahogy 2019-ben, úgy most is az Agrárius Centrumpárt lehetnek, hogyha ők belemennek a kormánynak a további külső támogatásába, akkor a miniszterelnök akár maradhat is. Viszont ők viszont a radikális baloldalra orroltak meg eléggé a kormánybuktatás, meg a lakhatási reform elgáncsolása miatt. Tehát a szocdemek is haragszanak most a kormánybuktatás miatt a szélső balra, meg a centrum is hiányzik, haragszik a szélső balra a lakhatási reform elbuktatása miatt. De hogyha lövi ennek nem jön össze az új többség, akkor a jobbközé mérsékeltek vezetőjéhez kerül a labda, ő Ulf Kristersson, és ő megpróbálhat egy polgári kormányt alapítani. Egy ilyen piacpárti jobbközé kormány viszont a svéd demokraták, akik ugye a radikális jobboldali szél a svéd politikának, nélkülük nem tudna felállni. Tehát Kristersson a kormányban még nem engedné be a svéd demokratákat, de neki háttértámogatása rendben lenne, meg a kereszténydemokratáknak is rendben lenne, hogyha a svéd demokraták a háttérből támogatnák a kormányt. Viszont ehhez ismét kéne a Centrumpárt támogatása is, akik meg idegenkednek azért a radikális jobb oldaltól. Tehát egy nagyon trükkös helyzet ez ismét, és hogyha senkinek nem jön ki a koalíciós matek, akkor új választásokat, előrehozott választásokat fognak tartani, amire leghamarabb ősszel kerülhet sor. Ön mit vár, mit tippel, mi lesz egyébként, melyik forgatókönyv fog megvalósulni? Ha nekem tippelnem kéne, de nyilvánvalóan annyira bonyolult a helyzet, nem vagyok jó, nem tudom megjósolni, lehet, hogy nem lesz igazam, de én úgy gondolom, hogy Löfven ebből nem tud új kormányt csinálni, és most a jobb oldalnak, a jobb középnek jelentős esélye van arra, hogy újra 2014 után magához ragadja a hatalmat. A kérdés az, hogy ismét az, hogy ehhez elfogadják-e a radikális jobboldal támogatását, vagy nem. Tehát ez egy nagyon kényes dolog, mert 2018-ban még a jobb közép mérsékeltek, elnöke arról beszélt, hogy a svéd demokratákkal aztán ők semmit sem, nem működnek együtt semmilyen felállásban, viszont egy ügyek mentén, migrációs kérdésben, energiapolitikában, több közpolitikai ügyben együtt tud működni konstruktívan, akkor Kristersson már nem vetette el annak a lehetőségét, hogy valamilyen szinten együttműködjenek a svéd demokratákkal. Tehát ez most egy új felállás, hogy az establishment által eddig eléggé tagadott, megvetett, karanténba zárt svéd demokraták úgy látszik, kezdenek betagozódni, még hogyha a jobb szélre is
és ha beszélnek, akkor is egy ilyen elfogadhatóbb évével ennek a jobb oldalnak, de egy korán sem garancia arra, hogy egy ilyen új jobboldali kormány kapítani. Én azt mondanám, hogy nagyon komoly az esély az előrehozott választásoknak is. Amin viszont most a demokraták a 2018-as eredményükhöz képest is jól szerepelnének, tehát nekik ez az ellenzéki lét mindenképpen jó tett. Illés Gergő, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Nagyon köszönöm én is.